zárlatnyitót a témához kapcsolódó produkciók színesítették. Napjainkban az orosz-ukrán háború miatt más hangsúlyt kap egy háborús kiállítás. A szervezők a Nobel békedíjas Albert Schweitzer, a hadisírok a békekövetei mondását szem előtt tartva az első, 2014-es kiállítástól kezdve a békeszóra fókuszálnak. A tárlat több blokkból áll. Láthatók többek között katonaportrék, fantáziaképek, különféle helyszínek és emlékhelyek, valamint a háború hátországa szintén bemutatásra kerül. Vegyes a fogadtatása. Vannak, akik azt gondolják, hogy egy háborús kiállítás az csak a háború borzalmaival foglalkozik. Igen, vannak ilyen képeink is, de számunkra sokkal lényegesebb, hogy azokat a katonahősöket, akik életüket áldozták, emléküket megőrizze a ma élő nemzedék, és valamilyen formában tudatosuljon az emberekben, hogy igen, ilyet nem szabad megismételni. A katonák esetében, ugye azt mondjuk, hogy ők csinálják a háborút. Nem, ők végrehajtják. A politika csinálja mindig. A mai világban mindenképpen valamilyen kompromisszumkészséggel mindenféle probléma áthidalható, anélkül, hogy a fegyverekre kerüljön a sor. A Krajcáros Alapítvány hadisírgondozást folytat Isonzó és Doberdó térségében, valamint néhány éve már Észak-Kelet-Szlovákiában is, Homonna és Mezőlaborsz környékén. A Dunaszerdahelyi kiállítás április 2-ig tekinthető meg.